Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Szökés, 2 óra alatt elfogták a börtönből szakadt férfit Szexárdon. Balesetek és tüzek hétvégéje, a rendőröknek és a katasztrófavédőknek is sok munkát adott az ünnep. Sió projekt, tavasszal indul a turisztikai fejlesztés sorozat Szexárd és Siófok között. Bemutató, gyerekdarabot vitt színre a Szexárdi Német Színház. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 2 óra elteltével ismét a rácsok mögött volt az a fiatalember, aki megszökött a szexádi büntetés végrehajtási intézetből. A 19 éves elítéltnek alig 60 napja volt vissza előző büntetéséből. Szabálysértési elzárás alatt volt az a 19 éves fiatalember, aki megszökött a szexádi BV intézetből. A BV dolgozói a rendőrséggel szorosan együttműködve 2 óra alatt elfogták a szökevényt. A fogvatartottnak mindössze már csak 61 napot kellett volna még eltölteni a rácsok mögött a szabadulásáig. Ilyenkor az a tapasztalatai munkatársaimnak, hogy aki ilyen rövid végrehajtási idővel rendelkező fogvatartottak a szökéseinek a hátterében mindig valami családi probléma vagy valami magánéleti okok állnak fent. Mindig el szoktuk mondani azt, hogy a fogvatartottak, az elítéltek valóban nem mérlegelik, hogy nem érdemes szökni, és ezt szoktuk mi is hangoztatni, hogy valóban nem érdemes szökni, hiszen ez a példa is jó arra a tegnapi eset, hogy a szökevényeket rövid időn belül, általánosan néhány óta az leforgása alatt a büntetés végrehajtás dolgozói vagy a rendőrség munkatársai elfogják. A szökés körülményeiről jelenleg belső vizsgálat zajlik a börtönben. A szökött rabra a törvény szerint akár 3 év újabb büntetés is várhat. Szerencsések vagyunk, mert a mai korban már nem kell izgulni, hogy hazajönnek-e szeretteink a háborúból, mondta Ács Rezső, Szexárd polgármestere, az első világháborúban életüket vesztett magyar katonák tiszteletére rendezett halottak napi megemlékezésen. 100 évvel ezelőtt, az első világégés idején rengetegen estek el hazájuktól távol. A szexárdi alsóvárosi temetőben is nyugszanak orosz, szerb vagy olasz katonák és hadifoglyok, akikért 2014 óta rendszeresen imádkoznak a városlakók. Az elmúlt években pedig a világháborús emlékmű és a sírok is teljesen megújultak. Egy közösségnek az mutatja az igazi erejét, hogy az áldozatokkal hogy bánik halálok után, mennyiben őrzi meg az emlékében őket, mennyire figyel oda rájuk, és én azt gondolom, hogy Szexárd ebből a szempontból példát tudott mutatni, hogy igenis odafigyelünk, és az, hogy évről évre többen jönnek ki erre a november 2-ai megemlékezésre, mutatja azt, hogy fontosnak tartják a szexárdiak az ilyen megemlékezéseket és az emlékezést egyáltalán. Gyertyagyújtással emlékeztek Szexárdon az 1956-os emlékműnél a forradalom és szabadságharc áldozataira. A forradalom leverésének 62. évfordulóján beszédek nem hangzottak el, mindenki egy-egy mécses meggyújtásával rótta le tiszteletét. 14 baleset történt Tolna megye útjain a hosszú hétvégén, az M6-os autópályán 2 ember életet követelt egy karambol, de nem csak a rendőröknek, a tűzoltóknak is volt dolguk bőven. A hatóságok azt kérik, figyeljünk jobban egymásra és magunkra. A balesethez érkező rendőrök készítették ezeket a fotókat az M6-os autópályán pénteken. A tragédiát egy német rendszámú autó magyar sofőrje okozta. Hátulról hajtott bele az előtte haladó másik autóba, amiben 4 utaztak. Mindannyian Pest megyében Pilisvörösváron éltek. Ebben 2 életüket vesztették, egy 49 éves férfi, illetve egy 49 éves hölgy. A járműben még 2 személy utazott, egy 18 éves és egy 22 éves fiatal, akik súlyos sérüléseket szenvedtek. A hátul érkező járműnek a vezetője könnyű sérülésekkel úszta meg a balesetet. Ezen kívül még 13 baleset történt a hosszú hétvége alatt Tolna megye útjain. Ezek a fotók vasárnap délelőtt Szexártól néhány kilométerre a Keselyüs úton készültek. Az autóban 4 utaztak, a sofőr nem tudni miért az árokba hajtott. 3 súlyosan sérültek, meg 1 személy pedig könnyebben. Tömegek lepték el a Tolna megye temetőit halottak napján. A katasztrófavédelem szóvivője azt mondja, az emberek körültekintően emlékeztek meg szeretteikről, mécsesek miatt egyetlen tűzeset sem volt, más viszont bőven adott munkát a tűzoltóknak.
Három esetben a tamási önkormányzati tűzoltók vonultak, egy esetben pedig a simontornyai önkéntesek tűzesethez. Az öt műszaki mentés közül három közlekedési baleset volt. Az egyik az M6-oson péntek este történt halálos kimenetelű baleset, itt a paksi hivatásos tűzoltóknak kellett beavatkozni. Szombaton pedig a Kesejési úton történt szintén egy közlekedési baleset, ahol a szekszárdi hivatásos tűzoltók vágtak ki két sérültet a személygépjárműből. A rendőrség mellett a katasztrófa védelem szakemberei is azt kérik mindenkitől, aki az utakat használja, hogy vezessenek óvatosan. Tavasszal elkezdődnek a Sió projekt kivitelezési munkái. Ezek részeként a Sió csatorna mentén Szekszárd és Siófok között kerékpárosoknak, túrázóknak és kajakosoknak, valamint kenusoknak alakítanak ki turisztikai infrastruktúrát. A projekt első ütemeként több mint 1 milliárd forintos fejlesztés sorozat indul. Tavaly februárban Siógárdon készültek ezek a felvételek. Már akkor tudni lehetett, hogy a településen keresztül halad majd a Sió projekt részeként épülő Szekszárdot Siófokkal összekötő kerékpárút. A fejlesztés Szekszárdot, Siógárdot, Medinát, Pálfát és Simontornyát is érinti. Siógárd polgármestere szerint a beruházásoknak köszönhetően sokkal több turista látogat majd a faluba, ami jót tesz a helyi gazdaságnak is. Ha majd megépül és először tekerünk majd rajta egyet, akkor fogjuk látni, hogy még ha gyorsabban is teker az a turista, meg fog állni, mert olyan szép környezettel találkozik, hogy nézegetni fog. A projekt most kapott zöld utat, a fejlesztés lebonyolított Tolna megyei önkormányzatnál elvégezték az előkészítő munkát, így hamarosan elkezdődhet a 62 km hosszú nyomvonal kialakítása. A bicikliút mellett és a településeken fedett kerékpártárolókat, akadálymentesített pihenőket és mosdókat is kialakítanak. Erre közel 400 millió forintot költenek el. Később további 300 millió forintból a Sióvízén kenuval vagy kajakkal levezőknek hoznak létre pihenőket, további 300 millió forintból pedig egy turisztikai központ épül. A Tolna megyei önkormányzat elnöke szerint ezek a fejlesztések nem csak a turistákat, hanem a helyieket is szolgálják. Nyilván a településen ez élénkülést hozhat a gazdaságban, hiszen szobákat adhatnak ki, kiszolgálhatják az erre érkező kerékpáros és gyalogos és egyéb turistákat. Valamelyest a gazdaságon is élénkítenie kell ennek a történetnek, hiszen köztudott, hogy a turisztika minden országban jelentős idegenforgalom, ugye jelentős bevételeket biztosít a településeknek, illetve az adott ország résznek. A Sió projekt első ütemének kivitelezési munkái a tervek szerint 2019 tavaszán kezdődnek el. Szerdán 5 forinttal csökkenti a 95-ös benzin literenkénti árát a MOL, a gázolajára nem változik. A csökkentéssel a benzin átlagára literenként 386 forint lesz, a gázolajé 429 forint marad. Az üzemanyagok ára legutóbb szerdán változott, akkor 3 forintos emelkedéssel a gázolaj átlagára 429 forintra nőtt. A benzinára 2012. április elején érte el csúcsát, akkor 1 liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint. Akár le is bonthatnak olyan épületeket Bálta-széken, amelyek zavarják a belvíz elleni védekezést. A városban jelentős belterületi csapadékvízelvezető rendszer működik. A kövesgyárok partján viszont több ingatlan tulajdonos már az önkormányzati területekre építkezett, így megakadályozta a védekezés lehetőségét, és veszélybe sodorta ezzel többek közt saját ingatlanát is. A városvezetés egyszer már figyelmeztette az érintett ingatlanok tulajdonosait a helyzet megoldására, ám semmi sem történt. A képviselőtestület a legutóbbi ülésén újabb lépést határozott el. A képviselőtestület úgy döntött, hogy egy újabb határidőt biztosít számukra, hogy önként, saját költségen ezt legyenek kedvesek megtenni. Ez a határidő december 31-e. Amennyiben nem történik meg ezeknek a kerítéseknek és adott esetben épületeknek a jelenleg ingatlan nyilvántartás szerinti telekhatára történő visszavitele, abban az esetben a képviselőtestület úgy döntött, hogy más módon próbálja elsősorban tényleg a lakók érdekében kikényszeríteni azt, hogy a védekezési és karbantartási feladatokhoz szükséges önkormányzati tulajdonú területet vissza tudjuk venni, és ott ezeket a feladatokat el tudjuk végezni. Nem volt elég pályázó, ezért nem tudták szétosztani Tolnán azt a felsőoktatásban tanuló helyi hallgatóknak szánt ösztöndíjat, amire a pénzt a város egy pályázaton nyerte.
A diákok szemeszterenként összesen 1-1 millió forintra pályázhattak volna, ehhez arra volt csupán szükség, hogy a tanulmányi átlaguk elérje a 3,8-es átlagot, és hogy szociális helyzetük alapján is jogosultak legyenek a juttatásra. Az önkormányzathoz összesen 5 igénylés érkezett be, így a pénz nagy része most a városnál maradt, de a hallgatóknak lesz még esélyük újra próbálkozni. Új darab bemutatójára készül a Szekszádi Német Színház. La Fontaine Tücsök és a Hangya című meséjének alapötletéből készült a Tücsök és a Vakond történetét színre vívő előadás. A bemutatóra november 7-én kerül sor. Ezúttal ismét a Jövő Színház látogatóit csalogatja a Szekszádi Német Színház. A koncepció szerint minden évadban bemutat a társulat egy meseelőadást is, segítve a kicsiket a nyelvtanulásban, és azt a pozitív hatást akarják elérni, hogy a gyerekek értik a német nyelvet, amit tanulnak. Ennek megfelelően segédszövegek hangzanak el a darab során magyarul is, hogy a látogatók ne veszítsék el a fonalat. Ebben a mese produkcióban is úgy dolgoztunk a nyelvvel, hogy azért több helyen előjön a magyar nyelv is, tehát megsegítjük a gyerekeket. Mielőtt elvesztenék esetleg a figyelmüket mégis, azért ott akkor megint van egy magyar rész, egy pici. És azt gondolom, hogy ezáltal meg, hogyha mindig még magyarul is pici segítséget kapnak, még inkább az élmény a végén, hogy hát ők teljesen értették az előadást, és ők már nagyon jól tudnak németül. Nincs mit ennem. Dolgoztam volna a földeken. Mein Feld bestellt. A rendező Ingmar Lübke először rendez Szekszárdon. Azt mondja, ez a változata a mesének különbözik az eredeti La Fontaine mesétől, hiszen itt pozitív kicsengése van a történetnek, hiszen a tücsök barátra és otthonra talál. Az a tanítása a mesének, hogy többen könnyebb az élet. A Szekszádi Német Színház Tücsök és Vakon című darabjának bemutatójára november 7-én kerül sor. Nagy és izgalmas csatában tudott csak nyerni az atomerőmű esze férfi kosárcsapata a Kaposvár elleni szomszédvári rangadón Pakson. A mindössze 2 pontos 83-81 arányú győzelem igen fontos volt a hazaiaknak. Az első félidőben a papírforma szerint alakult a találkozó, melyet követően 15 pontos hazai vezetéssel mentek az öltözőbe a csapatok, de a Paks benn is ragadt, ugyanis a vendégek olyan rohamot indítottak fordulás után, hogy a 38. percre kiegyenlítettek, így izgalmasra sikeredett a végjáték. Az, hogy nyertek, ez a legfontosabb, mondta a sajtótájékoztatón a paksiak vezetőedzője Szrecsko Szekulovics. Az ASE 3 győzelemmel és 3 vereséggel a tabella 7. helyén áll jelenleg. 3 mérkőzést rendeztek az U11-es lánykosarasoknak a pécsi Gandhi sportcsarnokban az országos bajnokság nyitófordulójában. A KSC Szekszárd 1, a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia pedig 2 csapattal képviseltette magát. A játéknapon a szekszárdiak 2 győzelmet arattak, a pécsiek első csapata 1 győzelmet szerzett és 1 vereséget szenvedett, míg az 1-2 évvel fiatalabb kosarasokból álló PVSK-s második csapat 2-szer kikapott. Az én iskolám az a DNS iskola, tehát én ott már 40 évig, most nyugdíjas vagyok, már csináltam, és még mindig oda járok vissza, de már egyre több másik általános iskolából is tudunk. Vannak a Babicsból, a Gyakorlóból, az ötös iskolából nagyon sok gyerek van. Ugye nyuszi kupát rendezünk, oda átjárnak a pécsiek is, PVSKB csapattal is találkozunk majd a nyuszi kupában, és ott indulnak ezek az iskolai csapatok ezen a nyuszi kupán, és onnan nőnek ki a kis tehetségek. A régió híreivel folytatjuk. Összefogás kell a gazdasági fejlődéshez, értékelt az egyetem rektora. Régi álom, akár 2020-ra elkészülhet a siófoki úszoda. Cél, hogy felhívják a figyelmet az olvasás fontosságára, népmese.nyílt Pécset. Fenntarthatóság kell, hogy jellemezze az egyetemi fejlesztéseket, mondta a Pécsi Tudományegyetem rektora. Miseta Attila kiemelte, gazdasági kényszerben van a város és a megye, összefogásra van szükség, hogy növekedésnek induljon a térség, ezért valódi összefogásra törekszik az önkormányzatok vezetőivel és a gazdasági döntéshozókkal. Hogy
Az egyetem vezetője beszélt stúdiónkban az intézmény helyzetéről, fejlődési lehetőségeiről. Misete Attila kihangsúlyozta, hogy összefogásra van szükség, hiszen a térség gazdasági helyzete erre kényszeríti az egyetem és a város, valamint a megye vezetését. Nagyon sok pécsi projekt úgy bukott el, hogy igazából a projekt céloknak nem igazán megfelelő javaslatok kerültek ki, lecsó, mindent bele, típus, tehát egészen biztosan kell egy olyan kis testület, megértés, a város, egyetem, megye, iparkamara, ipari szereplők között, ami lehetővé teszi azt, hogy tényleg a projektek célhoz kötöttsége az megfelelő legyen. Nem szándékunk olyan fejlesztéseket végrehajtani, amelyekről ki fog derülni pár év után, hogy valójában gazdaságtalanok. Az egyetem el tudja érni 2020-ig az 5000-es külföldi hallgatói létszámot, de a demográfiai helyzet miatt nem lesz újra 30000-es diák létszám a Pécsi Tudományegyetemen a közeljövőben, mondta stúdiumban a rektor. 1,2 milliárd forintból épülhet úszoda Siófokon, így jobb körülmények között sportolhatnak a profik és az amatőrök egyaránt. A létesítmény akár 2020-ra elkészülhet. Lehet látni a 65-ös út mellett. Azt gondoljuk, hogy sokkal több lehetősége lesz majd a városlakóknak idejönni és infrastruktúrálisan megközelíteni ezt a helyszínt. Itt a 65-ös szám út mellett épülhet majd meg a siófoki úszoda. A beruházás nagy részét a társasági adóból finanszírozzák majd. Gyakorlatilag a város 30%-os beruházási költségből tudja megvalósítani a beruházást, tehát ebből tud megépülni az úszoda, és a maradék 70%-at pedig társasági adó formájában tudja támogatásként összeszedni a város. A 33 méter hosszú 8 pályára osztott úszoda nem csak az amatőr, hanem a versenyszerűen sportolók számára is kiváló gyakorlási lehetőséget biztosít majd. Szajc Adrián azt mondja, már másfél éve lehetett volna pályázni a lehetőségre. A héten végre az előkészítés ismét napirendi pontra került. A héten volt egy egyeztetés a hivatalban, ahol napvilágot látott és tájékoztatást kaptam és kaphattunk arról, hogy a tervezés gyakorlatilag elkezdődhet, és végre elkészültek a tervezéshez szükséges dokumentumok és előkészületek. Az 1 milliárd forintos beruházás várhatóan 2020-ra készülhet el. 14 balatoni viharjelző állomás fényjelzése újul meg 2019-re, emellett további 5 település partjára telepítenek viharjelző lámpákat. Egyedi megoldásként pedig a tó közepén 3 darab vízi jelzőrendszer is segíti majd a biztonságos fürdőzést. Ez a jobban látszódik például. Árgus szemekkel figyeli a meteorológiai szolgálat munkatársa az időjárás előrejelző monitort a Siófoki Obszervatóriumban. A szakembereknek jócskán volt dolguk idén a szélsőséges időjárás miatt. Április 1-e és október 31-e között összesen 5000 órán át villogtak a jelzőfények a Balatonnál, hangzott el a sajtótájékoztatón. Nagyon sokszor kellett a viharjelző lámpákat felkapcsolni ebben az időszakban. Ez a klímaváltozás hatására jelentkező szélsőséges időjárási jelenségeknek köszönhető. Minden évben igyekszünk fejleszteni. Ezt már Tanka László tűzoltó ezredes mondta Balatonföldváron. A szakember hozzátette, idén 4 településen, közöttük Balatonakalin és Zánkán is ledes lámpákra cserélték az elavult rendszert. Emellett Balatonfenyvesen a mólóra helyezték át a viharjelző oszlopot a jobb láthatóság miatt. A biztonság növelése érdekében 2019-ben is fejleszt az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Balatonnál. Erről számoltak be a szakemberek Balatonföldváron. A maradék 14 régebbi jelzőlámpát sikerül korszerű ledes jelzőlámpákra cserélnünk. Ez alapvetően a Balatonnak a nyugati medencéjét érinti. Ezen túlmenően újabb viharjelző állomások telepítését tervezzük még a jobb láthatóság érdekében, és ezek közül mindenképpen kiemelném, hogy a tó közepén 3 viharjelzőt szeretnénk elhelyezni, amelyek a még jobb láthatóságot biztosítják. A folyamatos biztonsági fejlesztéseknek is köszönhető, hogy évről évre csökken a vízbefulladások száma. Ezt már Horváth László mondta a sajtótájékoztatón. Több mint 400
emberéletet mentettek a vízirendőrök a Balatonban 2018 szezonjában, teljes hajózási eddigi szezonjában, több mint 200 kifutásra reagáltunk, és szerencsére sokkal kevesebb vízbefulladás történt, mint az elmúlt években. Nyilván a megfelelő kampányaink és hát az állampolgári fegyelem erősödése miatt is. 2017-ben 24, amíg idén 7 emberen nem tudtak segíteni a helyszínre kiérkező szakemberek. Ősszel is sokan választják a kompokat a Balaton két partja között, hétfő óta a téli menetrend szerint óránként indulnak a járatok. Rekordot döntött az idei évben a balatoni hajózás, mind a személyhajó, mind pedig a komp közlekedésben. Október 28-áig 1.224.000 utas választotta a 8 perces utat Szántód és Tihany rév között. A kellemes őszi időben sokan pattannak kerékpárra, és kisebb-nagyobb köröket tesznek a Balaton körüli bringa utak valamelyikén. Idén körülbelül 5-5-szörre jövünk körbe a Balaton körül, a kiskört legalábbis 5-5-szörre, egyet egyszer a nagykört, és mindig a kompot választjuk, mert egyben nagy lenne 200 kilométer. A kompok népszerűségét mi sem mutatja jobban, mint hogy az idei évben újra megdőlt az utasrekord, hiszen már október végéig többen vették igénybe az átkelő hajókat, mint tavaly egész évben. Gyakorlatilag idén is csúcsot döntöttünk, hiszen 2017 évben a teljes év vonatkozásában mindösszesen idézőjelben 1.146.000 utas szállítottunk, tehát időarányosan most is már egyébként a tavalyi hasonló időszaki adatokhoz képest plusz 106.000 utas szállítottak a kompok. A személyhajó forgalom 10 éves rekordja is megdőlt, utoljára 2008-ban használták ennyien 750.000-en a társaság személyhajóit. 80 millió forintos pályázat keretében hozták létre a Pécsi Népmese pontot a kulturális központban. A projekt célja, hogy már fiatalkorban felhívja a figyelmet az olvasás fontosságára. Az elkövetkező időszakban 11 pécsi oktatási intézményből érkeznek majd gyerekek, hogy megismerkedjenek a Népmese ponttal. A mesepontban a vendégeket szeretettel várják. Rövid verssel készültek a gyerekek a Pécsi Népmesepont átadó ünnepségére. A kulturális központban 80 millió forint értékben valósulhat meg ez a beruházás 2018 április és 2021 március között. A projekt célja a gyerekek, diákok számára annak felismertetése, hogy az olvasás már fiatal korban mennyire fontos ahhoz, hogy szellemileg aktív életet éljenek. Hoppá Péter az ünnepségen elmondta, abban bízik, hogy igazi városi intézményként fog majd működni, de megyei kihatással ez a népmesepont. Ezt a kvázi rógyakorlatot, ezt sok-sok intézmény megpróbálja integrálni a saját pedagógiai programjába, mert hogyha ez egy katalizátorként is használatos lesz ez a itteni pécsi népmesepont, akkor érünk el igazán eredményt, hogyha másfél év után nem egy kipipált és letelt 80 milliós projektnek a beszámolóját írjuk meg, és számolunk el tisztességesen, hanem hogyha ez a társadalmi mozgásba bekerül, és hogyha ez sok-sok intézményben, mint jó gyakorlat, a mindennapok részévé válik. Az országgyűlési képviselő hozzátette, a rendszeres nem formális és informális tanulás közvetetten hozzájárul a végzettség nélküli iskola elhagyás csökkentéséhez is. Szigorúan lelkemre kötötte, hogy évele pásztorkodjam, mert ha a marhák tilosba találnak menni, bocska, szíjat hasít a hátamból. A projekt célcsoportját alap- és középfokú oktatásban résztvevők, végzettség nélküli iskolaelhagyásban veszélyeztetett gyermekek, korai iskolaelhagyók, valamint óvodások alkotják. Az átadó ünnepségen Őri László úgy fogalmazott, közösségformáló szerepe is van a Pécsi Népmesepontnak. Egy olyan közösségi teret hozzunk létre, ahol városi környezetben élő gyermekek találkozhatnak és megismerkedhetnek azzal a magyar kulturális örökség részét képező mesevilággal, amely a nagyvárosi környezetben, a tévéből, az interneten érkező mesék világában ma már egyre kevesebb részt vagy szeletet foglal el. Országosan egyébként 15 ilyen népmesepontot létesítenek az elkövetkező időszakban. Itt Pécsen 11 oktatási intézményből érkeznek majd gyerekek, akár szülőkkel is, hogy egy tanórányi időt eltöltsenek ebben a mesevilágban. Új támfalak, kicserélt szegélykövek, friss aszfaltburkolat és a korábbinál több parkolóhely. Ez a mérlege a Komlói, Irinyi utca és a kapcsolódó bekötő út régen várt felújításának.
Rendhagyó módon a szakaszt a leginkább érintett társasház lakosai örökbe fogadták, ők gondoskodnak majd a rendben tartásról. Most ért az önkormányzat a beruházás végéhez, összesen 6 millió forintot fordítottak a terület rendbetételére. Most ismét a lakók következnek, hogy a mostani időjárási körülményeket figyelembe véve növényesítsék a támfalat, és majd tavasszal gondoskodjanak a gyephézakos burkolaton és a kinövő fűnek a kaszálásáról. Tehát magyarul ők örökbe fogadták ezt a területet, és ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy Komló még szebb, még jobb legyen. Szökés, 2 óra alatt elfogták a börtönből szakadt férfit Szekszárdon. Balesetek és tüzek hétvégéje, a rendőröknek és a katasztrófavédőknek is sok munkát adott az ünnep. Sió projekt, tavasszal indul a turisztikai fejlesztés sorozat Szekszárd és Siófok között. Bemutató, gyerekdarabot vitt színre a Szekszárdi Német Színház. Kedden nyugodt, az átlagosnál enyhébb őszi, nagyrészt napos időre készülhetünk eső nélkül. A hajnali párásság, kötfoltok növekvő eséllyel maradhatnak meg tartósabban, lassan fokozatosan csökken a hőmérséklet. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!